A magyar férfi röplabda válogatott április végén Dunaújvárosban kezdte el a felkészülést. Azóta a csapat túl van egy hazai és egy svédországi tornán, valamint egy Tallinnban megrendezett világbajnoki selejtezőn. Utóbbi nem sokba vért elmet a nemzeti csapatnak, amely számára az Európa Liga sorozat az év fő versenye. Az elmúlt hétvége óta Nyíregyházán készül a 15 tagú keret az argentin Juan Manuel Barrial irányításával. A szövetségi kapitány szerint tovább juthatnak a rajtuk kívül Ukrajnát, Dániát és Izraelt felvonultató csoportból. Seguramente que habíamos el sueño de cualificarci. Természetesen a továbbjutás a cél, a négy közé jutás. Ha visszagondolok, az egy hónappal ezelőtti indulásnál nem voltunk ennyire optimisták, de láttam, hogy a srácok hogyan dolgoznak és milyen teljesítményt nyújtanak a pályán. Így mindenképpen optimista vagyok, és bízom magunkban, hogy jó eredményeket érhetünk el. Persze ahhoz az is kell, hogy a játékosok elhiggyék, hogy lehet nyerni. Meg kell tanulni nyerni, és ha fejben ott vagyunk maximálisan, akkor nem lesz semmi gond. A magyar válogatott legmagasabban jegyzett játékosa, Pádár Krisztián, a legutóbbi szezont a dél-koreai első osztályban töltötte, ahol csapatonként csak egy légió szerepelhet. Szülban játszottunk, az edzőtábor maga Incheonban volt, a kettő között hát egy órás távolság volt busszal, oda csak a mérkőzések előtt mentünk edzeni, illetve a mérkőzéseinket játszottuk ott, a nézőszám miatt tették át a fővárosba a mérkőzés helyszínt. Színvonal ott kimondta jó, 5-6 ezer szurkoló volt már a végén minden egyes mérkőzésünkön. Az edzőcsarnokunk is hát egy olyan 4-5-szer akkora volt, mint ez itt Nyíregyházán, csak ahol edzettünk. Minden körülmény adott volt, de szükség is volt rá az edzés mennyiség mellett. A magyar csapat vezetője, a nyíregyházi Veres Péter a felkészülés kezdete óta dolgozik a válogatott mellett. Egy hónap idő elteltével most már tényleg úgy megszoktam, hozzászoktam, de tényleg még egyszer kimelem, hogy nekem ez egy nagy megtiszteltetés, hogy felkerek erre a státuszra, erre a címre. Én is, mint az edző, ahogy előttem elhangzott, én is optimista vagyok, mert tényleg, ahogy indultunk az edzőtáborba, nem is volt teljes keret a csapat, nem is voltunk teljes kerettel, de azóta csatlakoztak hozzánk játékosok, meghatározó játékosok, tényleg nagyon jól dolgoznak, nagyon meg vagyunk velük elégedve. Én nagyon bizakodó vagyok, én nagyon-nagyon hiszek bennük, és én bízom tényleg, hogy végre, nem tudom hány év után valami komoly eredményt el is tudunk érni. A magyar csapat csütörtökön az ukrajnai Lvivbe utazik, ahol a hazaiak, valamint Dánia és Izrael társaságában az Európa Liga első fordulójában lép pályára. A négy csapat a jövő hét végén a Continental Arénában méri összetudását.